Lassan már faddon sem lesz szükség csónakra ahhoz, hogy átkeljenek a túlsó partra. Bár a Duna leválasztott Tolna megyei szakaszai közül legkevésbé látványosan talán ezt viselte meg az elmúlt év aszályos időjárása, így sincs minden rendben. Azonban az idén elkészült egy rehabilitációs tervezet a faddi, tolnai és bogyiszlói holtág megmentésére. Hogy ez a három holtág rehabilitáció, ez a jelenlegi áron, 2022-es áron, ez bruttó 50 milliárd forintról beszélünk. Ezért azzal is tisztában vagyunk mind három polgármester, én azt gondolom, hogy ez egy hosszú munka lesz, előkészítő munka, hosszú lobby tevékenység. Bordács József azt is hozzátette, a települések jövőjének szempontjából létfontosságú, hogy ez a beruházás megvalósuljon, hiszen nem csak az élővilágot mentenék meg vele, de fellendülhetne a víziturizmus, és a mezőgazdaságban dolgozók is profitálhatnának belőle. A legnagyobb veszélyben azonban most a bogyiszlói holtág van. A mi holtágunk a leginkább kitett olyan szempontból, hogy ugyan pusztán csak 3 kilométerre van a Dunától, de olyan vízpótlási lehetőség van egyelőre, amely csak akkor tud működni, hogyha a Dunán egy megfelelő magasságú és megfelelő tartóságú árhullám vonul le, ekkor bírunk a bogyiszlói főcsatornán keresztül vizet pótolni a mi holtágunkba. Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlődéséért felelős kormánybiztos, a polgármesterekkel való egyeztetés után úgy nyilatkozott, nagyobb hangsúlyt kell fordítani a vízgazdálkodásra, mint azt eddig tették. Olyan festői helyeket láttam, amit halálos vétek lenne veszni, hagyni, ha csak és kizárólag a turisztikai hasznosítást nézni. De ezen túl ugye kiemelkedő a kajakkenupája, ami sportot, élsportot szolgál, és hogyha kellő mennyiségű vizet tudunk tárolni huzamosabb ideig, akkor az a fajta öntözéses gazdálkodás, ami a 80-as években, kimondani is szörnyű, hogy milyen rég volt, de virágkorát élte, akkor az visszajöhet. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, az élővilág megmentése, a turisztika fellendítése és a vízgazdálkodás az a három láb, amin áll ez a projekt, és mindent megtesznek majd, hogy megvalósuljanak ezek az elképzelések. Összességében ezen hármasnak az együttes megléte szükséges ahhoz, és úgy néz ki, hogy ebben a víztározó és a mezőgazdaság hasznosítás az, ami célszerű lenne, és ezért rövid távon a Paks egyel kezdünk el egy kezdeményezést, hogy rövid távon hogy tudunk vízutánpótlást tenni. Tehát nincs egy jó megoldás, hanem több megoldást kell párhuzamosan futtatni, és ebből lehet rövid távú, középtávú és hosszú távú megoldás. Az egyeztetés során a Dél-Dunántúli régió fejlődéséért felelős kormánybiztos ígéretet tett a polgármestereknek arra, hogy a nyáron elkészült rehabilitációs tervezet a kormány elé kerül majd.